Fog ez lemenni? Nem. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét köszöntöm a Fehérvári beszélgetések nézőik. Egy történettel kell kezdenem, nemrégiben a Szent István Művelődési Házban jártunk, a stábbal természetesen, ahogy beszámoltunk róla, a Mártonnapi Ludaskása ünnepség, a Fehérvári Polgárok Egyesülete hagyományos rendezvényen voltunk, és megszólított engem egy varázslatos hölgy, egy abszolút elegáns, nagyon kedves, hogy szervusz Lali, majd aztán néztem rá, hiszen nem ismertem meg. És a végén természetesen, mint minden jó dolognak ennek is a végén azért kiderült, hogy ő nem más, mint Andi Bohóc. Most természetesen Andi Bohócot szólítjuk meg annak tükrében, hogy ugye azt megbeszéltük, hogy a, a civil léte az teljesen más. Úgyhogy szeretettel köszöntelek. Örülök, hogy itt vagy velünk. Én is nagyon nagyon köszönöm, hogy itt lehetek, kedves Lajos, és szeretettel köszöntöm a kedves TV tévénézőit is, és bizony nem csak az idén, Ugye minden évben ö, részt veszek én is a, a ludaskása Ludas ünnepségen, a Fejérvári Polgárok Egyesülete Jóvoltából, hiszen az ott szereplő gyermekeknek, ö, ajándéknak meglepetésként ugye készítek lufikat, amiket nagyon örülnek, és akkor ö, így jön nekik ezt kiosztom. És már ö, máskor is láttalak, tehát nem ez az első. tehát Csak, csak ugye most éreztem úgy, hogy mert annyira, ö, tehát ugye rátköszöntem, és akkor visszaköszöntem, rám néztél, igen, visszaköszöntél, és rám néztél, és ilyen, ilyen másodpercek, hosszú másodpercek teltek el, hogy így, így nézel, nézel, és tudom, hogy fürkésztél, hogy Tudom, hogy ismerem, csak nem tudom, hogy honnan, és akkor, na mondom, akkor most már elmondom neked, no, hogy tehát ki ez vagyok. Ami, ez a mi közös történetünk, de Igen. szerencsére nagyon sok közös történetünk van, mint ahogy a fehérvári gyermekeknek, fiataloknak, családoknak egyaránt, hiszen esztendőről esztendőre meg annyi olyan rendezvénynek lehetünk tanulni, ahol ott vagy, és vidámságot csempészel a gyermekek arcára, mosolyt, örömet a szülőknek nem különben. No, viszont egy kicsit beszéljünk a, a magánéletedről, már ami a közre tartozik, hiszen három gyermeked van. Három olyan gyermek, akik már ö, nagyocskák, nagyok, és ö, én azt hiszem, hogy amikor te döntöttél, hogy ezt elindulsz ezen az úton, hiszen azóta már eltelt egy csomó idő, amikor mondom, Egyszerűen mindig egy varázslatként élik meg mi magunk felnőttek is a te jelenlétedet. Na most ez hogy alakult? Egyébként én is varázslatként élem meg. Tehát minden, minden egyes alkalmat, minden egyes rendezvényt, minden egyes szülinapot, vagy bárhol, ahol felbukkanok éppen. És nagyon-nagyon jó érzés, amikor ugye a, egyaránt a gyermekek is és a felnőttek is örülnek, mert Hát ugye vannak a szürke hétköznapok mindenkinek, mindenkinek persze. És akkor ugye megjelenek, mosolyogva, és még ajándékot is kapnak, főleg lufi formájában. És most ez kinek ne okozna örömet? Mindenkinek, és akaratlanul is mosolyogsz és ez a cél, hogy arra pár pillanatra, pár percre elfelejtsék ezeket a mindennapi gondjaikat, visszatérve a kérdésedre, ami publikus, hát ugye három saját bohóckám van, így van, sőt, még a nevüket is elmondom, Levente, Felicia és Boglárka, nagyon-nagyon segítőkészek, aranyosak, tüneményesek, és Tényleg ennyit tudok így a magánéleti dolgokról elmondani, többet nem, hiszen a gyermekek is nagyon jól tudják, hogy honnan is érkeztem én. Ugye Meseország, Apraja falva, ott aztán az én kedves barátaim, a kis törpikék, és minden, minden mesefigura, amit a gyermekek ismernek. És én szerintem hagyjuk is meg a gyermekeket így ebben a mesevilágban, úgy, ahogy a Télapó is, a Jézuska is, a Nyuszi is. Andi Bohóc is, Andi Bohóc. Tehát az ünnepeidet azért körülöleli az Andi Bohóc története, de honnét jött a gondolat? Hogy megformáld, mm, és olyan is, formában igen. csináld végig, hiszen most már azért hosszú ideje ebben a szerepben ismerhetett meg Székesfehérvár is, hogy ezt a mai napig kitartással és rengeteg én azt mondom, művész, most már mondhatjuk, hogy művészi eszközökkel kifejezed. Jó, hát azért ne túlozzunk, de én is nagyon szeretem, tehát ö, ö, engem is szeretettel tölt el, főleg egy ö, ö, olyan meghívás, ahol például most vegyünk egy szülinapot, ahol a gyermek saját maga kér, saját maga kér engem egy szülinapra, tehát nem a szülő ad engem, ad, na, bocsánat, igen, meglepetésnek, hanem a gyermek saját hogy Andi Bócot szeretném, hogy ő legyen itt a szülinapomon, és annyira cukik, és annyira hálásak, és annyira élménydús lesz ezáltal, így a kis rákövetkező minden napjuk is, vagy akár éveik is, hiszen meghatározó, és nagyon, nagyon jó érzés, amikor találkozom egy olyan gyermekkel, aki mondjuk már 16 éves, vagy annál több, és akkor emlékszel rám, Andi volt, ott voltál a szüli napomon 10 évvel ezelőtt, aj, oh, mondom, jó, de nagy, nagy lettél, és nagyon-nagyon jó, és mondom, engem is nagyon nagy szeretettel, én is szeretem ezt, nagyon szeretem. Hogy áll össze a műsor? Hiszen ezek a műsorok most már mondhatjuk azt, hogy, hogy kellően játékosak nyilvánvaló, ami azért nagyon fontos, hiszen a hétköznapot is ünnepé teheti. Bár ugye elsősorban a ünnepeken találkozunk, hiszen fesztivál, falunap, szülinap, ovi, iskola, bölcsi, családi rendezvény, mindenütt ott vagy. Mindenütt nem, de igyekszem mindenhova eljutni, ahova hívnak, és e, igazából a mozgás, a mozgás nagyon fontos. Ugye a gyermekek nagyon-nagyon sokat töltenek a telefonjukkal a különböző ö, eszközökkel, tévével, laptoppal, tablettel, stb. És akkor ilyenkor, amikor kijönnek egy rendezvényre, ott bizony, akkor egy kicsit megmozgatom őket, és ugye egy ilyen zenés-táncos ügyességi játékos, egy kicsit meseországra van felépítve, a mesék világába egy kicsit elkalauzolom őket, találós kérdésekkel fűszerezve, és bizony ha partnerek, a szülőket is be szoktam vonni ebbe, hiszen nagyon nagy élmény a, a gyermekeknek is, és bizony a szülőknek is, hogy egy picit együtt játszhatnak. Most mondok egy példát, ugye a kacsatánc nagyon-nagyon imádom, ott minden műsorban szerepel, hiszen az egy közös, egy páros játék, ugye, meg van a kacsatánc. És... És bizony úgy szoktam, mert ugye a szülők nem nagyon szeretnek így akár a színpadra feljönni, nem igazán szeretnek szerepelni, tehát őnek már bennük van a, a gátlás, hogy Úristen mit szólnak, hogy én itt a, a színpadon táncolok. A gyerekekben nincs benne még ez, szerencsére. És ugye ilyenkor azt szoktam mondani, hogy, hogy kedves szülők, mutassunk példát a gyermekeknek, hiszen nem egy 40 millás BMW-t kér, hanem ezt a pár perc élményt itt és most és együtt és velünk. Na erre jönnek. Erre jönnek a szülők is, és nagyon-nagyon jó kis pillanatokat élünk át. És Tényleg nagyon szeretem, nagyon szeretem. Egyébként visszatérve a kérdésedre, az sem titok, el, el tudom ezt is mondani, hogy hogyan jött nekem ez a meseország. Ugye már említettem, hogy három Bohockám van, és köztük a középső Bohockám, Felicia, ő nagyon-nagyon szépen énekelt és táncolt, és voltak fellépései gyermekként, volt gyermekműsora, és ugye eléggé Nehéz akár egy felnőttnek is egyedül a színpadon koordinálni sok gyermeket, hát még egy gyermeknek a saját korosztályát. És akkor hát mondom, felmegyek, tehát segíteni neki a színpadra, és beöltözöm. Hát minek is öltözzek be? Hát csipke rózsika, nem lehetek azért, vagy vagy, királylány, vagy áh, bohócnak az az úgy tök jó, az vicces, és akkor ö, tényleg így segítettem nekik, neki, igen ám, aztán várták utána a gyerekek a lufit. Na, milyen, nekem nincs lufim, milyen lufit szeretnétek, nekem nincs lufim. Na jó, így telt a, a hetek, hónapok, és ugye nincsenek véletlenek, legalábbis én azt vallom, hogy nincsenek véletlenül, véletlenek, semmi sem történik véletlenül, összetalálkoztam egy lufi hajtogatóval, és beszélgettünk, és ő az alapokra megtanított, az alapokra megtanított, és ebből aztán lettek ezek a, a tovább képeztem magam, továbbfejlesztettem magam, és akkor e, így ráálltam erre a, a, a szülinapozásra, most már volt bátorságom, rengeteg, itt is rengeteg gyakorlás, rengeteg, mint mindenben, rege, kitartás, türelem, stb. 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 Te Tehát a kezdeti a... nehézségek leküzdése. Nyilván ez a folyamatos fejlődés záloga is. Igen. De Igen. a lufi hajtogatáson és a táncokon kívül azért te mélységeket is mutatsz, hiszen történetek hangzanak el, versrészletek hangzanak el, irodalmi művekből vannak idézetek, amelyeket a, a gyermekek, sőt a szüleik is ilyen értelemben átvesznek és megtanulhatnak. Igen, Ez persze, plusz mindig, stand, igen, 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 próbálok nekik azért egy kicsit ö, ö, többet nyújtani, mint, ö, mint hogy, hogy most elmegyek, ott, ott, ö, hogy vagytok, jól vagytok, jó, akkor kértek, lufit kértek, oké, okay, sziasztok. Tehát ö, nem így épül fel azért egy, egy szülinap és egy rendezvény, és nagyon-nagyon sokat én inkább, tehát... Ö, mindig azt mondom, ilyen tyúkanyó, tyúkanyó jellegű bohóc vagyok, és például nekem a kezeim a lufi hajtogatásra is csak akkor mozdul meg, hogyha hallom a varázsszavakat, hallok bizonyos varázsszavakat. Ugye, hogyha szeretnénk megkapni a lufit, akkor mit mondunk? Kérem, Megköszönöm. vagy szeretném, szeretném, vagy légy. Szíves, így van. És amikor megkaptuk a lufit, akkor mit mondunk? Köszönöm. Köszönöm, így van. És bizony ebből nem engedek. Ebből nem engedek. Tehát persze, ha nagyon picikék, ilyen egy-két, még ugye három éves, akkor ugye ott van a szülő, aki tudja mondani, hogy kérek szépen vagy ezt szeretnénk, szeretnénk egy dínót, vagy bármit, és viszont már azért négy, öt, hat, főleg felfele, azért ott már ugye a minden nap mondjuk a gyermeknek minden nap elhangzik, tehát egyre többet hallják ezeket a szép varázsszavakat, annál jobban rögzül, és uh, tényleg csak akkor mozdul meg a kezem, hogyha a varázsszót hallom. És annyira, vannak ebből is olyan aranyos kis történetek, hogy, hogy Persze, amikor odaérnek elém, van a, a bizonytalanság, van a zavartság, mondjuk velem mindenkinek lehet tegeződnie, én kérem is, hogy tegeződjünk. Tehát ott már nincs az, hogy jó napot kívánok, meg, meg. hát szia! És egyébként van egy táblám is, egy ilyen A4-es sárga táblám, amit kiszoktam tenni, összesen három szó van rajta. Az első szó, amikor odaér hozzám, akkor ugye mit mond? Köszönöm. Hogy, köszön, hogy szia. A második szó, amiről az előbb is beszéltünk. Kérem. Kérem. Igen. A harmadik szó pedig. A köszönöm. A köszönöm. Így van. Tehát amikor odaérnek hozzám már, ez tárul eléjük, és látják, hogy hogyan is működik Andy Bohóc. És ugye vannak történetek, amikor mondja, de akár felnőtt is, felnőtt is, hogy lesz két kart. És mondom, lesz, hát akkor majd megvárjuk, hogy legyen. Jó? És akkor úgy áll és néz, és nem érti, hogy, hogy most mi van. Hát mondom, az a helyzet, hogy a lesz, az egy jövendőlés, nem kérés. Hát jó, és meg nem vagyok. És akkor hogy le, leesik, és akkor ja, persze, és akkor mutatok a táblára, és hogy persze kérek, igen, jogos, jogos, mondják, hogy jogos, kérek két kardot. Azért felgyorsult a világ, és nagyon jól tudjuk, hogy a gyerekek számára a mese, amióta a világ a világ, ha úgy tetszik, nagyon-nagyon fontos. És ezért is érdekes, hogy klasszikus meséket hozol a színpadra, amelyek azért megerősítik a szülőt is adott esetben, mondom én, hogy hogy igenis szükség van mesét olvasni a gyerekeknek, vagy mesével foglalkozni. Ne csak mindig abba a felgyorsult, ahogy az imént mondtam, 21. században éljék az életüket és nőjenek fel. Hát persze, hát a legfontosabb, hát a, a, gyermekek még ugye ebbe a mesevilágban, ebbe a csodavilágban itt képzelik el az ők is mindennapjaikat, és nagyon-nagyon fontos, mert, mert ezáltal is fejlődnek a mesék által, és mindig elmondom a, és a képzeletviláguk, ugye? Nagyon-nagyon fontosak a mesék, és nekem is vannak hogy vannak olyan meséim, hogy például a hupikék, törpikék, a mici mackó, süsű a, a sárkány, vuk igen, ezek a klasszikusok. És ugye, ha nem ismerik a, a gyermekek, Azért van egy-kettő, aki nem ismeri, például a vukkot, vagy, vagy Mici Maczkot, ritka, de akadnak. Mindig mondom nekik, hogy akkor figyelj csak, kérd meg anyát és apát, hogy nézzétek meg együtt ezeket a meséket, mert nagyon-nagyon tanulságos mesék, nagyon sokat lehet belőlük tanulni. De Tehát ezek nagyon a fontos. vonatkoznak. Igen, Mi van a igen. nagyocskákkal? Hogy lehet őket meghódítani abban az értelemben, hogy, hogy észleljék tudják, hiszen ez a később számokra példa lehet. A nagyocskákkal? Igen, nincs könnyű dolgom. <laughs> nincs könnyű dolgom a, a nagyocskákkal. Őre is. Ugyanígy ez, ez vonatkozik Ő nekik már önállóan, hogy, hogy ö, ö, hallottatok erről a messéről? De általában nagyok már azért hallottak. Tehát hol apától, anyától, nagyszülőtől azért hallottak erről a meséről, és például nemrég voltam olyan szülinapon is, ahol 7-8-9 évesek voltak. És ja, ilyenkor egyébként a nagyok mindig feszegetik a határaimat, de hát aztán én, én egy kicsit talpra esettebb vagyok, és nem tudnak kifogni rajtam, reméljük ez így is marad, és őket is ugyanúgy bevezettem. Ugye először van egy kis ráhangolódás, hogy egyáltalán, tehát ez spontán szokott történni, mert ha nagyobbak, nem tudom azt, hogy még milyen világban élnek. Ugye van egy olyan, olyan 7-8-9-10 éves gyermek, aki már a korához képest sokkal érettebb, akár egy akár 15 éves szinten is van, viszont vannak olyan 7, 8, 9, 10 éves gyermekek, akik ugye megmaradnak ebbe a aranyos kis gyermekkorban, és, és ilyen 7, 8, 9, 10 évesek. Na ott lehet aztán ezeket a meséket bevezetni, és nagyon nagy ámulattal hallgatják, de ugye ezt az elején én mindig kiderítem, mindig kiderítem, hogy, hogy most akkor ezt beletegyem, vagy kihagyjam, vagy csak félig tegyem bele, mesék mindig, mindig elhangzanak egyébként, csak nem mindegy milyen formában. Ugye más egy öt évesnek, és más egy tíz évesnek. Viszont, hogyha befogadó a, a tíz éves, akkor simán, és akkor befogadó úgy, ahogy a télapót, a Jézuskát, a nyuszit, tehát befogadóak a gyermekek, és erre lehet őket varázsolni, csak tudni kell, hogy hogy hogyan, igen, tudni kell, hogy hogyan. jóval több, mint tíz Az csinálunk. Azóta, igen, ahogy igen, beszéltünk róla, megváltoztak általában a fogyasztói szokások, de a szülőknél. A gyermekek szerintem a ugyanolyanok maradtak, és ezért is nagyon fontos. De mennyit kellett neked változnod? Nekem nagyon sokat. Tehát inkább, inkább fejlődnöm kellett, igen, fejlődnöm kellett, Tapasztalnom kellett nagyon sokat, hogy mi az, amit megengedhetek magamnak, mi az, amit nem engedhetek meg magamnak, és hogy, hogy például nem szabad azt, hogy. Bocsánat, hogy így mondom hogy a csík húzza a repülőt. Ezt tudjuk mi, hogy, a, hogy ne, ne a gyermek irányítson. Tehát ezt nem szabad megengedni soha, én úgy gondolom, hiszen mi felnőttek, adjuk át a tapasztalatunkat nekik, és mi formáljuk őket, mi neveljük őket, és ugye a példát is mi mutatjuk elsősorban. Tehát ö, ö, elszomorít, amikor egy szülő. Nincs jelen a gyermeke szüli napján. Ez fizikailag jelen van, csak ö, részt nem vesz benne. Legyen mert ugye, gyorsan már vége. Nem, 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 Ugye, amikor meghívják a vendéggyermekeket, ö, általában jönnek vele a szülők is. Ha ott vannak a szülők, a vendéggyermekek szülei, kávé, mit iszol? Mit teszel? Én most ezt kérek. Én most... Tehát én csak azt látom, hogy anyuka, apuka így, így rohangál össze-vissza, és akkor kiszolgálja a vendégszülőket. A vendég. És nincs, nincs jelen a saját gyermeke szülinapján. Tehát jó, ahol picik a gyerekek, persze ott, ott, legyenek ott a szülők, de ilyenkor mindig elmondom, tehát ezt mondom, hogy tapasztaltam most már, bátran elmegyek elmerek olyan dolgokat mondani, amiket esetleg tíz évvel ezelőtt nem. Hogyha ott vannak a szülők, engem nem zavarnak, csak tiszteljenek meg azzal, a, meg azzal a szülinapost is, meg engem is, és egymást is, hogy figyelnek. Értem. Tehát az, hogy a, a, a vasárnapi húslevest beszélik ott meg, mellettem 50 centire, az, az nem. Azt akkor ah, szóval mindig megkérem őket, hogy, hogy, igen, hogy figyeljünk, és tiszteljük meg itt a társaságot. Tehát ez egy, <coughs> <coughs> egy csoda tiéd, azért valljuk meg, és nagyon-nagyon örülök, hogy beszélgethettünk, viszont még van egy nagyon fontos része az életednek, a halmazottan sérültek Fehér-megyei szülőszövetsége. Azt hiszem, hogy hogy mostanság soha nem volt nagyobb szükség arra, hogy valaki az elesetteket gondozza segítse. Igen, egy kicsit pontosítanék. Sajnos a halmozottan sérültek Fehér-megyei Szülői Szövetsége az idén, így ebben a formában megsz... tehát léteznek, léteznek, fogunk csomagokat is vinni, csak ilyen hivatalosan, tehát ez a, ez a nevük már nincs, tehát mind szervezet nem, nincsenek jelen, viszont ő belőlük indult ki, így van, minden alkalommal elmentünk az ő kis Mikulás ünnepségükre, és ahol ugye fogyatékkal élőkkel találkozhattunk, fogyatékkal élő gyermekekkel, és nagyon-nagyon szép időt, jó időt, és, és tartalmas időt tölthettünk együtt, hiszen ők tényleg annyira, még, még nincs, nincsen gátlásuk, tehát, hogy igenis oda jön, és szó nélkül megöl el, és igenis kimondja azt, hogy szeretlek, Andi bohóc, tehát nem gátolja semmi, ő azt mondja ki, amit érez. És ez annyira, annyira szép, annyira jó. És ugye egyik évben aztán volt, hogy szólt a vezető, hogy sajnos elmarad az ünnepség, mert ugye nem tudnak nekik csomagot, Mikulás csomagot adni, mert ugye addig voltak nagy áruházok, akik támogatták őket, és most mit, vezetőváltás, vagy bármi történt, és nem tudják őket támogatni. És akkor a saját profil oldalamra kiírtam, hogy kedves ismerőseim, hát vagyunk annyian, dobjunk már össze 50 csomagot, mert tényleg 50 csomagról volt szó. És akkor e, tényleg pillanatok alatt e, összejött az 50 csomag, sőt még több is, és akkor minden évben, aztán ez volt, hogy, hogy akkor szeretném kérni a segítséget, és akkor minden évben máshova, máshova még el tudtunk menni, ide, oda, amoda, és most ott tartunk, hogy 2018-ban adtam egy ilyen keretet ennek a csomaggyűjtésnek, újra segíthetsz egy Mikulás csomaggal néven, hiszen minden évben újra segíthetünk a fogyatékkal élő gyermekeken, embereken, és tavaly például 2022-ben 1900 csomagot tudtunk összegyűjteni, és 32 helyre, olyan rászoruló intézménybe helyre tudtunk elmenni. Ugye télapóval, krampuszkával, télanyóval, fotóssal és jó magam is, ahol bizony el kell a segítség, és minden évben ezt megvalósítjuk, és onnan ez már több mint tíz éve van, csak ilyen keretet, egy ilyen nagyszabású nagy keretet 2018-tól kaptam. Igen, ja, és ez szeretettel is. várjuk. Ez... Igen, idén is, december 8-ig gyűjtjük még a Mikulás csomagokat. Itt is van az asztalon, lehet is látni, amit már kaptunk. Van 50 egy gyűjtőpontunk szerte a megyében, plusz kettő. A plusz kettő, ugye az egyik, az egy budapesti nemzetközi cég irodája, ahol Cédulás Felicia gyűjti össze, ő koordinálja a csomagokat, a másik pedig a női kézilabda válogatott húszektor egyesületnek a szurkolói vezérkara, itt Londonból Jádi balás koordinálja a csomaggyűjtést, egyébként ők is már tavaly is mellénk álltak, és, és tényleg a szurkolók is, és a a kézilabdaválogatott válogatott tagjai is hozzájárultak egy-egy Mikulás csomaggal a gyűjtés sikerességéhez. És Tényleg arra kell vigyázni nagyon, hogy, hogy romlandó, gyümölcs, tehát ilyesmi ne kerüljön bele a csomagba, és ugye a szavatosságra nagyon figyelni, a szavatossági időre. December 8-ig gyűjtünk, és nagyon-nagyon szeretnénk ellátogatni nagyon sok intézménybe, ugye ugyanazokra a helyekre, ahol eddig is voltunk, főleg, mert, de vannak már jelentkezők egyébként, újabb helyek is, mert már nagyon várnak. Nagyon nagy élmény egyébként a akár amikor elmegyünk egy fogyatékkal élő intézménybe, hogy kezet foghatnak a télapóval, vagy akár Andi bohóccal. És ez, ezt mondják a gondozók is, hogy még nyáron is erről beszélnek, és ez nagyon-nagyon jó érzés, és már most nagyon várnak minket. Örülök, hogy ezt mosolygó szemmel mondtad. Igen, Én igen. azt hiszem, hogy ez példa lehet kedves nézőink önöknek is, úgyhogy ha lehetőségük nyílik rá, akkor kérjük ne feledjék. Nos, hát én pedig köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk, hiszen most jönnek az ünnepek, amikor valljuk meg, hogy, hogy óriási szükségünk van Andi Bohócra is. Köszönöm szépen. És én azzal búcsúzom, amit a gyerekek szoktak mondani, hogy Andi Bohót szeretünk. Jó, de jó, köszönöm, köszönöm szépen. szépen én is, és hát bizony nagyon sok dolgom van, és tényleg most is jótékony, sok jótékonysági rendezvényen majd felbukkanok, és... Én is szeretnék egy aranyos idézettel búcsúzni Szepesi Máriától, ami úgy szól, hogy egy ember sohasem magányos, hogyha segíthet egy másik emberen. Hiszen segíteni mindig lehet, mindig lehet egy kicsivel többet adni. Úgyhogy köszönöm szépen, nagyon Történ köszönöm. Történjék így, én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, hiszen jön az ünnep, ünnepek így aztán Andi Bohocs volt a vendégem, és kérem ne feledjék, amit mondott. Együtt egymásért, mindannyiunkért. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! szám termék megjelenítést tartalmazott.